Jó napot kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket Győrből. Bajnoki döntő, de lehet, hogy túl korán. Ezt nem én mondom, hanem a magyar válogatott szövetségi kapitánya Kim Rasmussen, akivel itt összefutottunk a Győri Audi arénában, és ő is kíváncsian várja tehát, hogy mivé fajul ez a tényleg nagyon korai rangadó. Itt láthatjuk a ferencvárosiak összeállítását. Nagy hiányzó Szőlősi Zácsik Szandra, akinek meg kellett műteni a vállát, és több hónapot ki kell majd hagynia. Rá tehát nem számíthat majd Elek Gábor. Ámbras Mártin csapatában is van hiányzó, Lakatos Rita, valamint Tomori Zsuzsanna személyében. Tomori Zsuzsanna visszatérésére egyébként sokat majd nem kell várni, de az a szalagsérülés, amit még a decemberi világbajnokságon szenvedett, az egy nagyon picit kiújult a felkészülés során, és most nem tudja vállalni a játékot, meg nem tudta az első fordulóban sem. Mindkét csapat túl van egy fordulón, tehát két könnyed győzelem, ha úgy tetszik. A Ferencváros a Budaörsöt verte meg, a Győri Audiától pedig a Kisvárda együttesét. A mérkőzést pedig majd Andorka Miklós, valamint Hucker Róbert játékvezetők dirigálják majd. Ők egyébként férfi mérkőzéseket szoktak inkább vezetni, de például a tavalyi szezonban is jutott nekik egy Győr-Ferencváros találkozó, méghozzá a Magyar Kupa elődöntő még Sziget-Szent Miklóson, azt 25-24-re az Eto nyerte, majd aztán Ambros Mártin csapata meg sem állt az újabb kupa sikerig. Itt látható a spanyol mester. Hát tényleg nagy kérdés, hogy hogyan állnak neki ennek a mérkőzésnek a csapatok, hát hogyan állnának, győzni szeretnének. De nincsenek csúcsformában, és ezt azért a felkészülési mérkőzések során, meg az első fordulóban is láthattuk, és itt sem lesznek. Elek Gábor is elmondta, hogy azért jó, hogy az ő csapatában van több hiányzó, de az ellenfél sem lesz csúcsformában, bár lehet, hogy ezt az mondatta vele talán, hogy ebben bízik. A tavalyi szezonban 7-szer is összecsapott a két együttes, de csak egyszer tudott nyerni a Ferencváros. Nagyon érdekes volt az előző szezon is, akkor hazai pályán éppen Szucsánszki Zita nélkül tudtak nyerni a ferencvárosiak az Eto ellen, majd aztán mind a Bajnokok Ligájában, mind a Magyar Kupában, mind pedig a többi bajnoki mérkőzésen a Győri Audi Eto tudott diadalmaskodni és visszahódítani végül a bajnoki címet a Ferencvárostól, amely hát hosszú idő után először éppen 2 éve a bajnoki döntőben nyert itt Győrben, de azóta sem. Egy ünnepélyes kezdődobást láthattunk Moharos Vivientől, Albrittel Mátyás díjazottjától. Ő egyébként tagja az Eto felnőtt keretének, 99-es születésű játékos. Most pedig egy gyászszünet Borkai Istvánra, az Eto egyik törzsszurkolójára, aki 78. életévében hagyta itt az Eto közösséget, az Eto családot. Aki még az első fordulóban nem volt ott a pályán, ő Heidi Löke, aki összeszedett egy kis sérülést a riói olimpia után, neki még pihennie kellett, de hát ezen a mérkőzésen ott van a keretben, és ahogy látom az Eto felállását a támadáshoz, ugyanaz a kezdő 6-os támadásban fönt, amely a Kisvárda ellen, tehát Knedlikova, Nora Mörk, az új szerzeményről volt szó a stúdióban, bemutatkozik tehát hazai pályán és az Etóban Görbic Anita középen, Eduard Amorim, lent a szélen pedig Lakatos Rita. Kapuban Grimsbő kezd, de foglalkozunk azért a ferencvárosiakkal is. Már is egy közbenyúlás, egy közben sípolás. Ferencvárosi védőfalban ott van Danik Snelder, a holland beálló, de nem úgy kapja a sárga lapot, hanem Szekeres Klára. Láthatjuk pontosan, hogy miért. Danik Snelder támadásban is hasznosítható, támadásban is szeretett volna
fejlődni, ezért is igazolt ide. Brock verekszik éppen honfitársával. Pacsiznak a ferencvárosiak, sárgalapos figyelmeztetés Snellernek. Előbb rosszul mondtam volna, akkor elnézést, nem Lakatos van benne, természetesen ő sérült, hanem Hársfalvi a szélen a győrieknél, de nem nála van Arda, hanem Mörknél. Amorim jól zárnak előtte, rossz a passz, fordulhat a Ferencváros. Kovacsics Anikó szerepe különleges lehet nála a labda, mondani se kell talán, hogy Győrből igazolt a Ferencvárosba. A Metzingen elleni felkészülési találkozón azért csúnyán kifordult a bokája, emiatt nem merte az azóta eltelt mérkőzéseken annyit veszélyeztetni az ellenfél kapuját úgy, ahogy ő szokta, mint például, ahogy most teszi, kicsit féltette a lábát. Például a Budaörs elleni első bajnoki találkozón inkább védekezésben a bal szélen volt bent, támadásban pedig csak akkor, hogyha gyors lerohanás miatt lehetett mennie. Az első 7 méteres következik a találkozón, erre a Penavele szemben Grimsbő és a Ferencváros szerzi meg a mérkőzés első gólját, tehát Nere a Pena révén. Az előző szezonban a Ferencváros, hát nem majdnem mindegyik, de legtöbb 7 méteresét Szekerc és Luca dobta, ő viszont eligazolt. Pena biztos 7 méteres értékesítő volt. Görbic, Amorim kapja, jó a bepasszod a középre, verekszik Brock. Mi lesz az ítélet? 2 perces kiállítás Szekeres Klárának. Rögtön a találkozó elején tehát. Emberelőnyben lesz majd a győri Audietó, hogy szabaddobással folytatja. Amorim, Hársfalvi, Görbic. Vissza Amorimhoz, és hogyha bele is ér Szikora, de bent van az egyenlítő győri találat. 1-1 Eduard Amorim góljával. Ő is járt a Riói olimpián, mint ahogy a pályán lévő 3 holland, na meg persze a norvégok. Legsikeresebb az előbb a képen látott Grimsbőnek bizonyult az olimpia, hiszen a norvég válogatott 3. lett. A braziloknak sem úgy sikerült, ahogy azt szerették volna. Ment a szélen Sacsonnál a labda, Kovacsics jobb átlövőben egyenlőre, de persze helyet cserél Penával. Középen jelentkezik Snellder, csak most kapja a labdát, megrántotta a kezét Amorim. Egyértelmű az ítélet. Következhet majd egy újabb büntető. Itt, ahogy fordul be Snellder, Amorim egyből jerezte, hogy ő volt a vétkes, bólogatott is. A büntetőhöz viszont kis Éva fog a pályára lépni. Ben a második gólja, második értékesített 7 méterese. 2-1 a Ferencvárosnak. Úgyhogy emberhátrányban van a vendégcsapat, ezt ne feledjük. Hátra van még Szekeres kiállításából 30 másodperc. Ezt az Etónak ki kellene használnia. Mégiscsak arra való az ember előny. Hársfalvitól kapja vissza Görbic. Megint lent a bal szélen. Görbic mit csinál? Ellövi, gól! 2-2. Görbic Anitának is volt sérülése az előző szezonban. Neki is sokat kellett kihagynia a világbajnokság után. De mérkőzés előtt azt mondta, hogy Puhány még az Etó védekezése. Azon kell főként javítani, élesebbé válni rögtön itt a második fordulóban. Mert a nagyon sok mindenről dönthet ez a rangadó. Az elmúlt években, az elmúlt 4 évben a két csapat játszott a bajnoki aranyért. Nem túlzó tehát az előrehozott döntő. Sacül mellé lövi a szélről, pedig Zitzerig dobták neki, Zitzerig járatták le a ferencvárosiak a labdát. Fordulat az Etó is. Hogyha eredményesen fejezik be a győriek ezt a támadást, akkor először a találkozó során vezethetnek is. Ez meg is hozza a közönség hangját. Talán mondhatom azt, hogy telt ház van az Audi arénában. Amorim bele a blokkba, Szucsánszki fordulhat, Lukács robog a labdával, nem merik bántani, Lukács 2-3. Nem vezet az Etó, vezet újra a Győr. Bocsánat, a Ferencváros.
a győriek azok, akik nem érték oda, ott még Görbit talán elgondolkozott azon, hogy oda üssön-e a labdapattogáshoz, de nem ütött oda, itt pedig az előbbi remek blokkot láthattuk. Vezette át a Ferencváros. Hú, milyen passz volt Görbictől! Amorim előtt azért ott voltak a védők. Marad az Etónál a labda. Görbic. Ketten rángatják bent Brokkot. Mörknek hagyták ott lövésre. Mellé ment. Szezon első győri gólját Nora Mörk szerezte, de az már messze van, több mint egy hete, mert most kettővel vezet a Ferencváros. Snelder! Remek volt a bejátszás, és még jobb a befejezés. Elek Gábor öröme, nem véletlen. Át kell venni többeknek azt a szerepet, ami Zácsik Szandráé volt. Védekezésben is, ez most a kapufára ment. Nedlikova dobta, nem is annyira kiszorított szögből a kapufára. Kovacsics, Pena, Fucsánszki épp hogy csak összeszedi, de marad a Ferencvárosnál a labda. Kovacsics mutatja a figurát. Nézzük a ferencvárosi támadást. Picit jobban kilépett rá Gróth. Kovacsics le a szélre. Lukács nem mert vele bemenni, nem is tudott. Pena Szucsánszki ellövi. Szabálytalanság történt már. Mörk, illetve Brokk is oda tette a kezét. Kovacsics. Meglökték lövés közben, de már fönt a játékvezető keze. Passzív játék tehát. Az új szabály értelmében 6 passzon belül el kell dobni a labdát a támadó csapatnak. Ez egyelőre még várat magára, mert folyamatosan belesípolnak, és nincs lövőhelyzet. Ez a bejátszás rossz volt Snedernek. Grimsbő pedig egy gyors kidobással indítja a társakat. Brokk villám gyorsan előreért, és szépít. Ivet Brokk. Kovacsicsot hatalmas taps fogadta két csapat bemelegítésénél. Ős Győri úgy igazolt a Fradiba. Szucsánszki. Rövid volt a passz Penának, de már megint megállítják a játékvezetők a játékot, ami folytatódhat. Megint Sneldert keresik a labdával, most összezártak előtte. Lukács, gyorsan elvégezték a szabad dobást, nem figyelt az Eto. Megint kettővel megy a Ferencváros. 5-3, Lukács Viktória. Grimsbő arcára volt írva, hogy mit gondolt a védekezésről. Támadásban középen most Amorim az Etónál. Brokk fut keresztbe. Csinálja helyet Görbicnek, úgyhogy lehajolt. De nem ő lövi el, hanem Amorim. Eduard Amorim második találatával tehát. 4-5. Miközben már a Ferencváros elhagyja a labdát, és indulhat az Eto. Ásfalvi. Róth állítja meg egy picit a játékot. De már cserél is Görbic Anitával. Elmondta Ambrosz Martin, hogy az Eto felkészülésének nagy része az inkább taktikai jellegű volt. Nem kellett most stílus taktikát váltani, viszont Nora Mörköt be kellett építeni ebbe a játékba. Ez egy könnyelmű átadás volt Görbic Anitától, ez pedig egy pontatlan. Nem érte el Sacöl Nadin, magas volt neki. Az elmúlt években ugye jellemző volt, hogy több játékos ment, és sok érkezett Győrből Győrbe. Most viszont Nora Mörk mellek Puhalák Szidónia volt a másik érkező. Miattuk nem kellett teljesen új taktikát kitalálni. Amorim, a bejátszás megtalálta Brokkot.
Azonban megtalálta őt Snyder keze is. Nem az első és nem az utolsó holland párbaj a találkozón. Amorimnak a lekészítés, és beleér Szikora, de bepattan róla. Újra egyenlő, 5-5. Túl vagyunk az első 10 percen. És megint egy labdaszerzés Győri részről. Most már jobban zárnak ott középen, jobban figyelnek a betett labdákra. És vezet az Eto, a gólszerző Nora Mörk. Van még egyszer a támadás és a befejezés. Azért igazolt Győrbe, mert itt van a legjobb csapat, és itt dolgozik a legjobb edző. Ez volt az indoklása a Lárvégból ide szerződése után. Hát ő maga tehet ezért, hogy ez még minden jobb legyen. Grimsbø! Az első igazán nagy védése az Eto kapusának, amit feljegyezhettünk. Jól olvasta a sávot. Kezd megnyugodni a hazai csapat, és ez érződik az eredményen is, illetve érződik a játék alakulásán. Amorim helyett most Groth bent. Bal átlövőben Mörk cserél Görbiczel. Mörk. Groth egy pillanatra teljesen üresen volt. Nem volt pontos a visszatett labdája, újraindulhat az Eto figurája. Görbic, Görbic egyedül csinálja meg, hab könnyedén ment át az emberek között. Görbic Anita, remek segítséget kapott persze a beállótól is. Támadásban a Ferencvárosban Hornyák Dóra, 92-essel itt jobb átlövőben. Képeszi Szucsánszkinak. Bená. Snelder, hogy vette át azt a labdát? Egy kézzel ott elment a falban a labda. Itt láthatjuk még egyszer, három ember is késve követi őt le. Mondjuk az eredmény és a jutalma így is megvan a támadásnak, hiszen Pena bedobja a harmadik 7 méteresét is. 7-6. Az előző szezonban Nere a Pena 15 büntetőből 11-et értékesített. Hát már most megdobta ennek a negyedét gyors fejszámolás után. Snelder lépett ki egy pillanatra a Görbicre, de aztán visszaállnak a falba a ferencvárosiak. Mire kimondom, addigra újra megnyitják a védekezést. Mörk nem lőtte el, Groth beleérnek a lövésébe, Szikora, és már is néző, hogy kit lehetne indítani, Szucsánszkit. Groth most egy kicsit lemaradt a visszarendeződésben, rá is viszik a labdát, és jól tette Hornyák, bemegy, de nem adják meg. Közben fújtak a játékvezetők. Hát a lövés közben azért megtámasztották azt a kart, ugrás közben fönt a levegőben, ez valóban szabálytalan. Sacöl Penának. Heidi Löke is közben bent védekezésben, valamint Amorim. Amorim üldözi Szucsánszkit Grimsbø lábbal. A norvégok a Riói olimpián nem is tudtak aranyérmet nyerni. Grimsbøt beválasztották az All-Star csapatba. Látjuk miért. Ilyen a nyári és a ősz elejé formája. Tavasszal lesz majd egyébként a másik Győr-Ferencváros-Ferencváros-Győr mérkőzés, és aztán maximum a Magyar Kupában, meg talán a Bajnokok Ligájában. A bajnokságban több nem, így kellenek az ilyen gólok a Fraditól. Szucsánszki, 7-7. Ugyan Brock arcán mosoly, nem feltétlenül ezt élte át. Az első negyed óra telik le lassan a mérkőzésből, 7-7. Mörk, Groth, Görbic. Miért rángatták ott meg? Egy pillanatra azt láttam, mintha a cofját. Görbic, Mörk próbált a test mellett. Szikora nem éri el, marad az Etónál a labda.
Apróot verekszik Szekeressel. Előbbinél marad a labda. Ferencvárosi szurkolók fütyülnek, ők passzív játékot jeleznek, mint ahogy most már a játékvezetők is ezt a lapos lövést megint jól követte le. Szikora Melinda, neki is megvan a második nagy védése. Jól lekövette a lehulló labdát is. Itt pedig megint Grimsbø. Snelder ezúttal sem tudott az ő eszén túljárni, nagyon szépen fordult be, de hiába, itt pedig még Szikora védése. Zsámbros Mártinnak van egy kis mondani valója. 17. perc eleje, 7-7, és a Győr kér időt, hallgassuk a spanyol mestert. More activation in defense, more energy. But before, a bit before the situation, they start with... Előjünk bele, csak nagyon... Because we are waiting and after reacting. And we have to anticipate, but not in the way to go out. In the way to make a bit more problem in the decision. Okay? Attention with the pivot, they are using a lot. Not 7 meters, it still take the ball, okay? The same with the wings. In attack, we need a bit more rhythm. And they are, yes, the ball has to go. And they are closing a lot in the middle. If they are down after moving, we can jump high and shoot or make Vinta shoot and go. Okay? And also play outside. Outside, go! Előjünk bele, csak ha nagyon biztos vagy ott a 2-3 passz után, jó? Amit szeretnék kérni, egy kicsit gyorsabban menjen át, ne vezetkes le rohanásból labdát, jó? Szól ez a rangadó természetesen mindig a két mesterről is, amióta az Ambrose Martin vezette Eto van, tehát amióta a spanyol mester itt van, azóta 16-szor nyert a Győr a Ferencváros ellen, 5 Ferencváros is kell, és egy döntetlen. Így állt át a két mester is egymással szemben. Közben egy véleményes ítélet, már valamilyen a nézőteret illeti. Középen Mörk, ő lövi el! És újra előny a Győrnél. Helyet cseréltek Görbiccel, középről tudta ellőni. De már is elől a Fradi. Nézzük Penát. Szépen szedi le a labdát a kezéről, de milyen szépen Görbicc, aki egyedül vezetheti a ferencvárosi kapura, és Szikora zicserben. Teljesen tisztán Görbiczs. Kucsánszki is feladta egy idő után az üldözést. Szikora nem adta föl. Ő mondta a mérkőzés előtt, ő is azt, hogy Zácsik Szandrát csapatként tudják pótolni, csak úgy pótolhatják. Snelderhez közben a bejátszás. És ugye az a tavalyi mérkőzés, amelyet megnyert a Ferencváros a bajnokság alapszakaszában a Győr ellen, az éppen egy vezér, Szucsánszki zita nélkül történt. Az lehet a minta, hogy most nekik játszaniuk kell. Bena! Fornyák, inkább visszafordul. Ambrose Martin már jelzi a passzívot, a játékvezetők nem emelik fel a kezüket, de a blokk miatt marad a Ferencvárosnál a labda. 18. perc vége. Most van fönt a játékvezető keze, innen 6 passz fér még bele. Pena ellövi. 8-8. Nere a Pena akcióból is, tehát a negyedik gólja. Jól ismerte föl pillanatnyi lehetőséget, az ütemet, ahol ellőhette. Közben már elől Mörk forgolódik. Pontosabban forgatják őt a védők. Rót, hú, az egy rossz passz. Megzavarta talán a védőfalból kilépő ferencvárosi játékos. Hát ez most nagyon elkapkodta az Eto. Ambrose Martintól jár a biztató taps. Talán ez egy picit a nyugtatásnak is szól. Heidi Löke bent védekezésben, illetve érkezett be a falba Brock is. Kovacsics pedig irányítja a Ferencvárost. Bena. Sneldernek gyönyörűen, 9-8, jobbra nézett, balra tette, és mintha évek óta együtt játszanának, olyan volt ez a játék kapcsolat Danik Snelderrel.
közben eltűnt ott középen egy győri, Heidi Löke, pillanatnyi két beállóval volt tehát az Eto, de már is jön a csere támadásban, így viszont egyelőre nincs kinek adni a labdát, de már belemenést fújnak Lednikovánál. Jöhet a Ferencváros, Sacöl, valamint Kovacsic nagy pacsival nyugtázta mindezt, hogy megszerezték a labdát. Ez meg is hozza a ferencvárosi közönség hangját. Itt meg jó ez a korai időpont, hiszen estére még fölérnek Budapestre, egy Újpest elleni futballrangadóra. Ez a labda is keresztbe ment, előbb ebből született egy gól Penától. Most Hornyák lövése alulra ment, Gyűzből bere tudta tenni a kezét. Amorim a szemben közben már egy szabálytalanság, marad az Etónál a labda. Támadásban bent Löke, már is ismerkedik Snelderrel. Az olimpia bronz mérkőzésén azért ismerkedhetett egymással a norvég, valamint a holland. Akkor Löke ürülhetett. Mört, Amorim, Mörköz vissza, majdnem magas volt. Rót átment ott Lukácson. Közben megáll, kapott az arcára egy ütést. Szemére, ahogy látom. A gól ettől függetlenül szép volt, és természetesen 9-9 ezzel Lukács Viktória kapott egy kétperces kiállítást. Ezért a pillanatnyi hangzavar. Ferencváros viszont, ahogy önök is láthatják, hat ellen fog támadni, ez azt jelenti, hogy nincsen bent a vendégeknél kapus. Az új szabály szerint ilyet lehet megkülönböztető trikó nélküli jelzésű játékossal is. Bent a jobb szélen Faluvégi Dorottya, Hornyák most középen. Hornyák megcsinálta egyedül a tiszta szituációt, közben megtámasztották. Ezzel a Grót lépéshibát mutatott, jelzett. Láthattuk Lukács Viktóriát egy pillanatra a padon. Hornyák, Pena nem tudja mozdítani sem a karját, nem hogy még passzolni. Ebben a támadásban azért benne van a rizikó, hiszen nincsen kapus, van viszont ilyen lövés Nere a Penától. Az ötödik gólja 10-9 a Ferencvárosnak, és ráadásul vissza is tudnak zárni a vendégek. Hiába tehát az ember hátrány. Jól jött ki ebből a Ferencváros, de milyen jó volt. Rót, Amorim le a szélre teljesen, egy gyönyörű ejtés a kapufán. Ásfalvi kísérlete. Hualák Szidónia volt, bocsánat. De hát közben csereként későn eszméltem. Kovacsics, Hornyák, Bena, vissza Hornyákhoz, kilépnek a győriek, nem találkoznak viszont a labdával, sem a labdással, fönt volt a játékvezető keze, biztosan védett Grimsbő, és észreveszi, hogy nincsen ott cikora, de mire kimondom, már ott van az ellenfél kapujában. Hát ezt ilyenkor meg kell próbálni, ezt adják az új szabályok, ezt a lehetőséget. Kapusoknak is több sprint edzésre kell majd járniuk. Ferencvárosban most támadásban kicsit pihen Snelder, Mészáros Rea beállóban középen. Lehet közben a ferencvárosiak kiállítása. Teljes létszám van tehát a vendégek. Hornyák, Pena, Kovacsicsnak mutatják a hazaiak a belemenést. Löke már indult volna. Kovacsicsnak a szeme sem rebben. Bena, Hornyák ellövi, mekkora gól ez is. Jobb átlövőből eddig kifejezetten hatékony a Ferencváros. Most már Hornyák is, de Pena is. És Nike Grót áll ki 2 percre. Még az iménti támadásnál találták őt vétkesnek.
Itt van Nikegrót. A Győr is kockáztat. 6-6 ellen támad a hazai csapat. Amorim. Most lehetett elvégezni a szabaddobást, és akkor nézzük az Eto támadását. Amorim puhalák. Vissza Amorimhoz középre. Hoppábbat beleteszi a kezét Faluvégi. De már talán azt mutatták, hogy bent volt, belépett. Görbic, Mörk, most érkezik Amorim, Mészáros vele szemben, Mörk beközépre Lökének, de már belefújnak a játékvezetők, 7 méteres, ami következik. Hiába védett Szikora. Jöhet a győri büntető, Görbic fogja elvégezni majd. Láthatjuk még egyszer, hát nem kérdés a belülvédekezés a Cekeresnél. Egy kapus csere, Szikora helyére Bíró Blanka érkezik a ferencvárosi kapuba. Görbic viszont gólra váltja a büntetőt. Egy gólra zárkózik a Győr. Még 40 másodpercig emberelőnyben a Ferencváros. Hornyák, Kovacsics, Bena Kovacsicsnak csinálta helyet. Nagyon szépen Mészáros most ment be, csak az irányító. Büntetőt ér a szituáció. Itt volt, ahogy Brock megtámasztotta Kovacsicsot. Kis Éva érkezik a büntetőt hárítani. Benne viszont ezt is bedobja. A negyedik büntetője is gólt ér tehát. 12-10 a Ferencvárosnak. 5 perc van még hátra az első fél időből. Még pár másodpercig ember hátrányban az Eto. Jelenleg 6-6 ellen fönt. Kapus jön be a kiegészülésnél, Grimzőbe már a helyére settenkedik. De ne is őt figyeljük, hanem a támadást, Mörk. Ott marad üresen Löke. És ott van az újabb győri gól, az újabb győri akciógól, ami előbb nem jött össze, mert belefújtak. Most összejön tehát Heidi Lökének. 116 gól dobott a bajnokságban az előző szezonban. Egészségesen nagyon nagy erőssége a Győrnek, de hát ezt mondani sem kell. Most éppen Kovacsicsot támadta, lökte meg egy kicsit. Pena fönt a játékvezető keze, ellőtte Pena. Egy picit talán vaktában tette ezt. Picit elsiette, lehet, hogy lehetett volna még passzolni egyet. Amorim, ő egyedül megy. Meglökték, ezt fújják a játékvezetők is. Szabad dobással jöhet a Győr. Egy kis törlés mutatja Heidi Lökke, miközben Elek Gábor pedig a kispadnál mutatja, hogyan kellene védekezni, levédekezni ezt az akciót. Szikora pedig éppen Szekeres Klárának magyarázott, azt láthattuk. Kovacsics Anikó. Váltania kellett, a több játék lehetőség is vonzotta a Ferencvárosba. Még mindig furcsa őt azért itt a győri Audi arénában Radimezben látni. Mörk közben, és 7 méteres következik. Ferencvárosiak sem méltatlankodnak, Elek Gábor rázta egy kicsit a fejét. Itt láthatjuk, hogy hárman fogták őt közre. Most marad bent Szikora Melinda. Előbb ugye Bíró Blankának dobta be Görbic a büntetőt. Most más a felállás. És más a végeredmény is, Szikora. Hát vívnak egy külön csatát most Görbic Anitával, emlékezhetünk rá,
Előbb a tiszta zicsert védte, most pedig a 7 méteres gyönyörűen. Az utolsó 3 percen belül az első félidőben vezet továbbra is a Ferencváros. Kovacsics a felső lécet találja el, Hornyák gyűjti össze faluvégi, nem ment vele be a jobb szélen. Nöke lépett ki Penára, Hornyák, most faluvéginél megint a labda. Hornyák visszahúzza középre, bent verekszik Mészáros a védőkkel, Kovacsics, Hornyák nem tudta lehúzni a szélre, marad a Ferencvárosnál a labda. És egy időkérés Elek Gábor részéről. 12-11 a Ferencvárosnak. 2 perc, 20 másodperc még az első fél időből. Éreztem, azért rögtem le, de még az egy 3 passzát jár. Nem jön ki a torgi. Igen. Jó, figyelj ide! Hát, lassan passzív lesz, arra készül, hosszan kéne játszani, jó? Hosszan kéne játszani, meg kell a zicserék. Csibike, vigyük be ezeket a zicserék! Bátor! Kell! Érdekezés, ne hozzak kérdéssel! Maradunk, közelítünk a bőrke, jó? Mert azonnal bejátszik, tehát ahogy bőrünk valaki, azonnal bejátszik. Támadó játékba! Elek Gábor azt is mondta, hogy a támadó játékban érzi nagyobb hiányát annak, hogy Zácsik Szandra nincsen ott a keretben, hogy ő sérült, hogy rá most nem számíthat. Hát egyelőre ezen a mérkőzésen ezt nem látni annyira. De még van azért hátra több mint egy fél idő. Mészáros. Bena megy föl, hova ment föl, és hogy dobja be megint a hosszúra? 13-11. Ez eddig vendégoldalon, gyere a Pena mérkőzése. Neki a nyár nem sikerült úgy, ahogy szerette volna az olimpián. A spanyolok a negyeddöntőben kiestek a későbbi ezüstérmes franciákkal szemben. Új lendülettel érkezett tehát vissza a magyar bajnokságba. Ez egy rossz átadás, megint Győri részről, Amorim még összegyűjti. Ez viszont így láb Rótnál. Ezt megint eltékozolták a győriek. Egyelőre érthetetlenül kapkodó néha a győri játék. Pedig volt olyan szakasz a mérkőzésnek, ahol nagyon-nagyon hatékonyan játszottak, hát emlékezhetünk. Vissza is vették a vezetést a találkozó első felében. Megint egy láb, de ezúttal Lökénél marad a Ferencvárosnál a labda. Akkor, amikor az utolsó percbe léptünk az első fél időben. Benáll le a szélre, faluvégi. Nem húzták ott vissza a kezét? Ezek szerint nem. Puhalákoz le a szélre, az viszont egy gyönyörű ejtés. Egy gólra zárkózik az Eto egy villámgyors támadással, labdaszerzés a saját kapu előtt, és egy gyönyörű befejezés Puhalák Szidóniától. És itt pedig még az előző szituáció, nem volt szabálytalanság. Kovacsics. Egyedül csinálja meg, beleteszi a kezét gyönyörűen Grimsbő, de marad a Ferencvárosnál a labda. 10 másodperc lesz hátra akkor, amikor elvégzi a Fradi a szabaddobást. Hornyák, Kovacsics, na mi lesz a vége? Pena nem merte egyből megcsinálni, Mészárosnak be a labda, Hornyáknak el kell dobnia, ez fölé, de megtámasztották a kezét a lövés pillanatában. Időn túli szabaddobás fog következni. Kérdés, hogy ki végzi el. Itt láthatjuk, hogy miért. Hornyák Dóra a labdával. Egyre közelebb az Eto-fal. Mutatják a játékvezetők, hogy ott bizony azért hátrébb kéne menni. Kapuban figyel Grimsbő. Ez fölé ment. Tehát marad a ferencvárosi egy gólos vezetés az első félidőt követően. Tudott fordítani egy időben a Győri Audi Eto.
de nagyobb bizonytalanságot érzek a hazaiaknál. Ezért is vezethet a Ferencváros, tehát 13-12-re egyfél időt követően hamarosan jön a folytatás. Ahogyan a közvetítésben többször is elhangzott, mind a két oldalon van egy-egy nagy hiányzó, az egyik itt van mellettem, méghozzá Tomori Zsuzsanna. Már Bálint elmondta a közvetítés során, hogy azért olyan nagyon sokat nem kell várni a visszatérésre. Mi a helyzet most pontosan veled? Igen, hála Isten, úgy néz ki, hogy jövő héten már a csajokkal elkezdem az edzést, hogyha azt is túléli a lábam, akkor most már tényleg egy hét és utána teljesen beállok. Szeretnék az MTK ellen már tényleg játszani, úgyhogy elvileg most már minden pozitív, készen állok, úgyhogy bízom benne, hogy ez sikerül. Egyelőre viszont 30 perc után úgy tűnik, hogy most nagy szükség lenne rá, hiszen előnyben van a Ferencváros. Hogyan tetszett az első fél idő, vagy inkább nem tetszett? Tetszett abszolút, ez egy magyar rangadó, nagyon fontos, hiszen most nincs rájátszás, úgyhogy nagyon mennünk kell a második fél időbe. Ez az egy gólocska, úgy gondolom, hogy a végén azért felénk fog fordulni, de tényleg a Fradi nagyon jól tartja magát, nagyon jól felkészült. Azért nálunk látszik még, akik visszajöttek az olimpiáról, hogy egy kicsit fásultabbak, lassabbak. Ugye a Mörtnek, Norának még be kell épülnie, edzéseken már jól működik, most látszott, hogy egy-két szituációban még nincsenek meg azok a nagyon egymás közötti passzok, de én úgy gondolom, hogy egy jó első fél idő volt, a második pedig még jobb lesz, és biztos, hogy nyerni fogunk. Szerinted mi lehet még, mi lehet változtatni? A meccs előtt inkább azt mondták, hogy talán valamivel esélyesebb a Győr. Most ehhez képest a Győr teljesít picit a tudása alatt, vagy a Fradi a saját tudása felett? Én úgy gondolom, hogy ez a két csapat egyre jobban megközelíti egymást. Azért a Fradi ezzel a beállós igazolással már úgy gondolom, hogy sokat javult. Ez látszik is, hogy a holland beállósok nagyon sokat mozog, nagyon jól megtalálják őket. Talán nálunk a védekezés abban az egyben nem működik, hogy nem tudjuk időben megállítani, hagyjuk játszani, a Fradit nincsenek meg azok a faltok, amik kellenének. De úgy gondolom, hogy ez javulni fog, feszesebb lesz, agresszívabb, és nagyon-nagyon fogunk rohanni, és lerohanásba meg fogjuk fordulni. Köszönjük szépen az interjút, jó szurkolást, és mielőbbi visszatérést kívánunk. Kedves nézők, hamarosan következik a második félidő. Görbic Anita a képen, nem csak ő melegít ezekben a pillanatokban, hanem az egész Győr tulajdonképpen a pályán, Elek Gábor pedig még egy utolsó eligazítást tart, amíg kis táncosok uralják a pályát. Hát egyelőre Elek Gábor csapata muzsikál jobban, ezt mutatja természetesen az eredmény is. Jól lőnek kívülről, valamint hát Danik Snelder eddig bent beállóban mindenféleképpen nyerő ember. Képen Ivet Brock. És a győrieknél, mintha valóban egy nagyon picit, hát nem is kommunikációs zavart éreznék, hanem egy támadásban még nincs meg a megfelelő összhang. Ugye Nora Mörköt említettem, mint ahogy mondta Ambrose Martin is, be kellett építeni, azért abban nagy munka van, az még sok idő. És hát a Kisvárda ellen mondjuk az első fordulóban azért nem lehetett teljesen lemérni még, hogy az Eto mire képes, azt tekinthetjük tulajdonképpen egy felkészülési mérkőzésnek, még hogyha tétmérkőzés is, természetesen a kisvárdaiakat nem megbántva. De hát ott is azért többször volt olyan, ahol lehetett látni
Nora Mörk azért csúcsforma, közeli állapotban még nincsen az olimpia után, de természetesen nem rajta múlik eddig ez a mérkőzés, mert hát nincs nagy trauma a győrieknél, hiszen csak egy gól a hátrány, ezt kézilabdában bőven le lehet dolgozni. Láthatjuk a statisztikát is, 4-ből 4 büntető, az ugye mind nere a pena a túloldalon, de hát hogyha például akár csak egy büntető is már is jobban sikerül az Etónál, akkor már is egyenlő az állás. Szikora Melinda, és ha már a büntető, ugye ő védte Görbic Anita 7 méteresét, meg az Itzerét is korábban, itt pedig Kari Olvik Grimsbø. Sok jó védés természetesen az ő neve mellett is. Ferencváros azért a nyáron jobban átalakult. Kovacsics Anikó mellett azért még 4-en érkeztek Bíró Blanka a kapuba. Danik Snelderről már ugye sokat beszéltünk, Elek Gábor csapata faluvégi Dorottyával is erősödött, illetve azzal a Monori Orsolyával, akit hát kénytelen kelletlen, azért be kell vetnie majd Elek Gábornak. Zácsik Szandra kiválásával, mondom persze ezt iróniával, hiszen magyar kézilabdázás egyik legnagyobb tehetsége Monori. Egyébként is szánt volna neki szerepet Elek Gábor, de hamarabb jött el az ő ideje. Őt még a mai találkozón nem láthattuk, de lemerem fogadni, hogy fogjuk. Hiszen az is nagy kérdés, hogy erővel hogy bírja majd a Ferencváros a maradék 30 percet. Na meg hogy bírja a Győr? Danik Snelder a képen. Hát ő azért hamar megtanulta, hogy mi a rend a Ferencvárosnál, ugyanis az első edzésére talán sokan hallották a sztorit. Lila pólóban érkezett, ami ugye egy ferencvárosi szemében a vörös posztó. Szerintem azóta nem hord lilát, amióta beszélt Elek Gáborral. De a lila és a zöld összecsapása majd az este története lesz. Győr-Ferencváros, kezdődött tehát a második félidő. Snelder lépett ki a falból, Pena. Vissza hozzá, Fucsánszki, jó a blokk, Brocktól, de róla is pattan ki. Fucsánszki Zitának egy gólja van a találkozón, Pena vállal eddig többet. Most ő hagyja el a labdát, és indul a Knedlikova. Túloldalon pedig ott a szabad ember, és ott a gól. Hársfalvi. Az előző szezonban 25 mérkőzésen 30 gólt dobott a fiatal szélső a bajnokságban. Ennek az eredménye egy válogatott behívó is, hiszen tagja volt Kim Rasmussen nyári keretének, amely együtt készült az olimpia alatt. Közben egy kapufa ferencvárosi oldalról, és már is roboghat a Győr. Teljesen üresen Groth, és meg is fordítja a mérkőzést a Győr. Hát eddig kellett várni. 14-13. Na ennyit azokra a meg nem értésekről, amit taglaltam, és ami az első fél időben talán látható, érezhető volt néhány helyen. Szucsánszki, Sacolosz tette volna vissza, de jó a győri védekezés, Heidi Löke. Hornyák, Lukács, Pena. Próbálta volna Snerdernek adni, de jól forogtak ott középen a győri védők. Marad a Ferencvárosnál a labda. Pena kapott egyet talán az orrára. Ha csak nem tüsszentenie kell. Most vált Szucsánszkival. Pena mellé ezúttal. Hoppá! Szikora kint volt egy pillanatra a kapujával, elindult kifelé. Ezt vette észre Grimsbø, de a labdája lövésnek rövid volt, átadásnak pedig hosszú. Így jöhet a Ferencváros. Pena két ember között csinálnák, Nedikovával találkozott. Ennek a győriek örültek jobban.
Sacöl bújt el ott két ember között, és futott át keresztbe a szélről Szucsánszki. Szabad dobás a Ferencvárosnak. Ivet Brock valósággal átkarolja Szucsánszkit. Ebben sokkal előrébb a Ferencváros támadása, passzív jelzést mutatnak a játékvezető, Grimsby megfogja, de marad a vendégeknél a labda. Nagyon agresszív, nagyon kemény, nagyon harcias a győri védekezés, és szabályos is. Hoppá, ott egy szép labdaszerzés, Nedlikova, fordulat a Győr, Grót. Kinek passzolja, megvárja Brockot, Grót nem merte bevinni, nem merte végigvinni a támadást a holland páros, ha úgy tetszik. Felállt fal ellen folytathatja a Győr. Zúga mindent bele, támadásban fönt természetesen Görbic Anita, valamint Nora Mörk. Nála a labda, Löke csinálja neki a lövőhelyet, ellépte. Sacöl indul, Sacöl, Zitzer, gól! 14-14. Az első félidőben volt egy kihagyott Zitzer a szélről Sacöl Nadinnak, mondjuk az annyira nem is volt Zitzer, de helyzet, most ezt biztosan értékesítette. Amorim, mehet tovább, Mörk. Két beállóval most a győriek, hiszen befutott oda Knédlikova. Ki most próbál visszamenni a helyére, amennyire engedik. Mörk, Görbic, test mellől, alulról próbálta, mellé ment. Jöhet a Ferencváros, és veheti át újra a vezetést. Kovacsics rámászik két emberre, belemenést ítélnek. Rót, Knédlikova, Pena próbálja megállítani, de nem sikerül. Vezet a Győr. Kovacsics, Pena, Sacöl megint elakadott ott Penában. Kovacsics, ezt alulról kellett összeszednie. Marad a Ferencvárosnál a labda. Snelder a képem. Mutatják a győri kispadnál a védekezésre. Hogyan figyeljenek? Hát így. Meg is szerzi a labdát a Győr. Amorim. Az egy jó bejátszás Lökének, nagyon szépen fordult be, nagyon harciasan, úgy, ahogy ő szokott. 16-14 a Győrnek. Belül is védekezett Snelder, kicsit talán emiatt is hagyta, hogy menjen Lökke talán. Monori pent a pályán, tehát. Monori ellövi, és az első lövése a hosszú alsóba, de gyönyörű Monori orsójának. Egy évre kölcsönben volt a Nekánál, az NB1B-ben játszott a tavalyi szezonban. 106 gól dobott abban a bajnokságban. Hát most ilyen fontos feladatok várnak rá, hogy egy rangadón így kell villantania. Támad a Győr, Mörk. Görbicnek csinálta a helyet Amorim. Mörk. Amorim fordulna be jobbra. Kornyák állította meg. Knedlikova futott be a szélről, nem volt neki jó a passz. Ez az átadás viszont telibe találja Lukácsot, aki talán takarta is a labdát előtte Görbic. Ezért sem tudta megfogni két kézzel. Az ítélet a győrieknek kedvez. Ásfalvit láthattuk a közeli képen. Hát az eset még egyszer.
Horják cserét mutatott. De fönt van a pályán védekezésben. Lédlikova szikora lábbal. És tüzeli a társakat, hogy rohanjanak előre. Hornyák. Kovacsics ment vele keresztben. Monori. Elnézést kért Csacöltől, nem tudta neki egyből lehúzni oda a szélre. Kintről nagyon bátran tud lőni a fiatal átlövő. Bárhonnan próbálkozik. Monori. Egy az egyben Gróttal szemben. Grót lépést mutat. A játékvezetők viszont ferencvárosi szabaddobást. Csacöl, Szucsánszki, kettenként a falból a győriektől, Görbit szerez labdát, de már közbefújnak. Fönt a játékvezetők keze, sokat már nem passzolhatnak a ferencvárosiak, ez lehet, hogy belemenés is volt. Snerdel ment el két ember között, Grimsbő védett, fordulhat a Győr. Görbic, most egy kicsit lemaradt Snerdel, ezt kellene kihasználni a győrieknek. Nedlikova megy be és be is dobja. 17-15. Nedlikova második találata a mérkőzésen. Jól vette őt észre Amorim, és itt a befejezés. Kellett hozzá természetesen Grimsbő védése is. Monori. Vissza most indul a figura. Kucsánszki ott hagyja Monorinak, ellövi Grimsbő. Azért nagyon kell az ő mai teljesítménye ahhoz, hogy kettővel vezessen a Győr. De kellenek például Grót lövései is. Először vezet hárommal az Eto. Nem volt ott sok hely a kapufa, valamint Szikora keze között. Szikora dühöng is egy sort. Elég magas hőfokon éli meg ő a mérkőzéseket, de hallgassuk, hogy hogyan éli meg Elek Gábor. Nem tudom hallani, azért, mert hogyan tanuljasz vissza? Kértem, ne keresd, hogy beállod magadból! Megint fogod magad, visszarolsz az orsodra, visszarolsz a beállod, mert neked kell fölmenned, mert nem jöheti keresztbe! Lelassítod a támadó játékot, tökölünk, köcsölünk, dadog a labda, érted? Gyorsíts már fel egy picit! Gyorsíts már fel egy picit! Nincsen semmi baj, gyerünk, menjen, ne legyen eladott labda, jó, az a kérdésem. Kapulalősz, nem érdekel, gyerünk, jó? Gyerünk! If Monori is in the defense, the young one is in the defense, let split, open the defense for playing here one by one or two by two and ready the continuation. If they make the pressing really good, diagonal pass to the wing or the next back, without ball to the middle. But the key is here, guys. Now you are enjoying a lot. Now, after this time out, they cannot feel good. Okay? So we have to push them a lot. No! Kedességbeli váltást kért Elek Gábor. Tehát az a fordulatszám, ahol, vagy amin az első félidő végén pörögtek a vendégek, az picit talán az öltözőben maradt. Kovacsics viszont gyönyörűen csinálta meg ott a védők között a 16. ferencvárosi gólt. Mondanom sem kell, még egyszer talán nagyon nagy a tétje a következő 20 percnek. Két csapat már csak egyszer fog egymással találkozni a bajnokságban, tavasszal, márciusban. Nagyon fontos, hogy egymás ellen is milyen eredményt érnek el. Görbic le a szélre, rövidre próbálta meg. Hásfalvi visszapattan hozzá a labda, most nem füles volt. Az első nem is ment be. Lednikova, Mörk, Görbic, Amorim, bent pedig Löke, Amorim. Görbi Snelderrel szemben, Kucsánszki és Snelder, Nedlikova, na merre tovább, Görbic, egyedül próbálja a testcselt, a lövőcselt, fönt a játékvezető keze.
Görbic. Ú, milyen passz volt az oda középre. De már Szucsánszki rámászott lökére. Egy kis törlés. Lassan el kell lőnie a győrieknek a labdát. Mind a két csapat ott van természetesen a Bajnokok Ligájában. A Bajnokok Ligája küzdelmek október közepén kezdődnek. Addig ez a főmérkőzés. Görbic. 19-16. Ehhez is hozzáért Cikora, de ragyogó volt az a test melletti lövés. Monori bemutatta balra, elviszi jobbra, fölfelé dob, Grimsbő lehúzza, de már belefújnak a játékvezetők, sőt, 2 perces kiállítás is jár még hozzá Amorim a vétkes. Balból kilépve ütötte meg, ha jól láttam, Monorit. Amorim vív egyet a zsűriasztallal is, verbálisan. Sok eredménye nincsen, sőt semmi. Emberhátrányban az Eto. Monori nincs a pályán, ebben a figurában Pena játszhat főszerepet. Tőle ment a labda le a szélre, Satort viszont megállították. Kovacsics, Szucsánszki, Pena át a túloldalra. Snelderhez bejutott középre, Alda mutatja is, hogy ott a labda, miért kellett közbefújni. Fönt a játékvezető keze Szucsánszki, Pena ellövi, kapufa, kipattanó az Etoé, Hársfalvi. Az első játék részben Pena is pontosabban célzott. Most ember hátrányban láthattuk Grimsbőt, most le is szaladt, már ami az élő képet illeti. Hiszen ember hátrányban 6 a 6 ellen megkülönböztető trikó nélküli plusz emberrel támad a Győr. Görbic, középen Mörk. Mörk egyedül, Rót, ott láb. Marad az Etónál a labda, Lukács ért hozzá lábbal. Görbic, Nedlikova, Mörk. Groth. Kovacsics állította őt meg. Jó a ferencvárosi védekezés. 20 másodpercig még ember hátrányban a Győr, de támad is az Eto. Görbic. Snelder állította meg. Rossz bejátszás Lökének. Ferencváros kapja meg a labdát. Grimsbő közben visszaért a kapuba. Szucsánszki megy föl, le a szélre, Lukács, és a rövidre. 19-17, zárkózik a Ferencváros, bár ez már ugye nem számít emberelőnyös gólnak. Nem zárt vissza rendesen itt a Győr. Valamivel több mint negyed óra még hátra, és 2 gólos a győri előny. Görbit mutatja Mörknek, hogy merre kell menni a figuránál. Grótnak adja ott a labdát, Grót, Görbic le a szélre, Knedlikova, és ő is a rövidre. 20-17. Cseh szélső 3. gólja. Monori most ment megint a pályán. Kovacsics, Lukácsig le a szélre, Monori. Kucsánszki, Monori, ellövi bele a blokkba, kiéri el. Bíró Blankáig pattan hátra a labda, most ő váltotta Szikorát. Esélyesen volt az Eto falból kis spriccelő játékosoknak elérni a játékszer. Kovacsics, Monorival vált, kilép rá Brock, Monori egyedül, és mellé dobja. Most a hosszút nem nézte meg teljesen jól. Jár a biztatás neki a kispadon. Grimsbő hozza a játékba a labdát. Jöhet az Eto.
Most ez egy fontos támadás. Néggyel nem vezetett még a hazai csapat. Groth. Fölmegy. És ott a négy közte. 21-17. Kovacsics. Monori. Megint a váltás, megint a fordulás. Ambrosz Martin lépést reklamál. Önök is láthatták a képernyő alján. Meg nem csak ő. Marad a Ferencvárosnál a labda. Gimsbő a képen. Kucsánszki. Kovacsics. Továbbadnám Monorinak, de már mindkettejüket megfogják. Kapcsol az Eto'o kispad, jó a hazai védekezés. Sokkal jobb, sokkal hatékonyabb, mint az első fél időben. Monori távolról beleér a blokk, és beleér még Grimsbő, de milyen reflexel. Ott vissza, még a bal lábbal. Ebben a támadásnál már Mörk. Roth teljesen üresen mehet be, és Bíró! Ez is most egy zicser védés az ő neve mellett. Felkészülési meccsek során, illetve az első bajnok is félidőket védtek Szikorával, így osztotta fel köztük Elek Gábor a játékperceket. Kovacsics, Grimsbő véd, de belefújnak, már belülvédekezésért 7 méteres. Az első félidőben 4 büntetőből 4-et bedobott Nere a Pena. Hát a védő sarka bizony rajta volt a vonalon. Kis Éva most a spanyollal szemben. 49. perc. És kivédi Kis Éva. Egy újabb impulzus a Győrnek. Négy gólos előnyben ez egy nagyon fontos pont lehet, meg is hozza a közönség hangját. Az első félidőben biztos pont, biztos kéz Nere a Pena. A második félidőben nem teljesít úgy. Mörk. Mörk egyedül, és ő is betalál. Öttel vezet az Eto'o. Nora Mörk második gólja. Tucsánszki három ember között, de szépen teszi tovább, és ebbe is beleér Grimsbő. Nagyon jó volt a helyzet felismerés a ferencvárosi oldalról, de gyönyörűen védett Grimsbő. És ott pedig már elől Löke, a sajátos forgásával tette kapura a labdát. Lent maradt Kovacsics, és ráadásul az a boka. Az bizony az a boka, ami megsérült. Ott rácsúszik Amorim, és már lehetett látni egyből. Gyorsan ápolják is, de nem valószínű, hogy így vissza fog állni Kovacsics, vagy hát azért ne írjuk még le. A Metzingen elleni felkészülési mérkőzés elején volt egy olyan támadás, ahol aláfordult a bokája. Hallhatják, hogy milyen taps kíséretében biceg le. Hát nagyon sokan sérültek már meg ezen a győri pályán. Ugye korábbi szezonokban nagyon kevésszer tudott az Eto'o teljes csapattal felállni, mindig voltak, sokan sérültek. Hát most egy ex-győri szenved itt újra sérülést. Na de nézzük a ferencvárosi támadást. Szarpa először bent a pályán, ő futott keresztbe, de már Snelder kezében megáll a labda. De félszemben azt nézem, hogy hogyan ápolják Kovacsicsot.
Szucsánszki. Az ő góljával zárkózik a Ferencváros. Ő adós azzal a kimagasló lövő teljesítménnyel, amit tőle, főleg az ilyen rangadókon megszoktak a szurkolók. Görbic. Görb most teljesen lent a szélen, hiszen Knedlikova keresztbe futott. Görbic próbálta meg először az ember mellett, aztán pedig szemben a kapussal, Mersze keres is ott volt. Knedlikova nem kapta a labdát, Mörk most egyedül, Mörk, Görbic húzásból, bíróvéd. Szekeres pedig megnézte, hogy kit lehet indítani. Egyelőre senkit, jön vissza Pena támadásban. Kucsánszki, ő megy föl, és talán ebbe is belért Grimsbő, sőt, 9 perccel a mérkőzés vége előtt marad a 4 gólos győri vezetés. Egészen extra klasszis teljesítmény nyújt Kári Olvik Grimsbő. Mörk, Grót, Görbic most a túloldalon. Lökének próbálta talán betenni Grót. Knedlikova. Mörk egyedül. Kérdezi hangosan Szekeres, hogy mi történt. Szabálytalanság, jöhet az Eto. Mörk! Eddig volt csak 4 közte, megint 5 közte. Kucsánszki. Hornyák le a szélre. Mert a Pernánál most picit megpihen a labda, középen azért gyűrik egymást a hollandok. 8 perc még hátra. Ennyi ideje van a Ferencvárosnak ledolgozni 5 gól, de így nehéz lesz. Knedlikova 1-1-ben viheti rá Bíró Blankára. Először 6 közte. Szép labdaszerzés, és innen most már hiába üldözték 4-en is a cseh szélsőt. 24-18, és játszik az Eto, hallható. Hallgassuk az időkérést Ferencvárosi oldalról. Csináljuk meg azt, amit 40 percig nem csináltunk meg. Tehát a lövésekkel elmondtam, amelyik oldalán ellövöd. Ha nem nagyon gyors, akkor oda fog menni. Az történt. Elmondtam, hogy a kontramozgások, a Knedlikova ugrálni fog kifelé. Várj egy ütemet és egy kiszélére. Nincs semmi baj, csak ne gyalázzuk meg magunkat, jó? Tehát az a nagyon fontos, hogy fegyelmezetten játsz, a védekezés még rendben van. Oké, Zizi, azért tudom Mörk közelről belelőni, mert megint egy vonalba állsz a védek. Kicsit befordulsz, ugyanúgy ott tudsz lenni, és már nem oda megy az a passz, jó? Na gyerünk! Gyere, hocsod! 2-3! Fradi! Concentration, okay? Help with the pivot, okay? Igen! And the same! If we need a help, we give the help. After this, we go! And we have the chance in the contract. In positional we are playing really smart now, but we only need. Most hiányzik például egy Zácsik Szandra támadásban a Ferencvárosnál. Eddig ezt a fél időt 12-5-re nyeri a Győr. Hornyák, Grimsbő. A szokásos végállomás. Tike Grót szaporázza. Lent a szélen már bent Puhalák. Amorim tenné be Brocknak. Most viszont egy jó labdaszerzés Lukácstól, és ő is megcsúszik. Csak nem történt ott is sérülés, nem történt. Egy játékos már megcsúszik egy reklámfeliraton, az ember ördögöt lát. Löke majdnem 1-1-ben kijött Penára, de nem tudták adni a ferencvárosiak. Most jutott el a spanyolhoz Pená. Most van nála a labda a Hornyák. Kucsánszki, nem jutnak lövőhelyzethez a ferencvárosiak. Gyorsabban kellene mozgatni azt a támadást, vagy szétnyitni, így. Lukács Viktória. Tapsolt is Elek Gábor, ezt a gyors mozgást kéri.
6,5 perc még hátra, 5 gólos a győri előny. Mör középen Löke, 3 emberrel harcol, ez még Amorimnak is egy picit magas volt. Újabb labdaszerzés Lukács részéről, jöhet a Ferencváros. Mörk egy kicsit kintebb a védőfalból, Szucsánszki felé, de most már ő is visszazár. Ez nem tudott átfutni Szekeres, most nem volt idő cserélni, ő bennmaradt támadásban. Csak most áll meg a ferencvárosi támadás. Pualák Szidónia a képen. Mörk mellett a másik győri nyári igazolás. Moson Magyaróvárról érkezett. Brock teljesen úgy, hogy ne lehessen penának adni a labdát, ez elakad Grótban. Döcög a ferencvárosi támadás, nem folyamatos, most már hosszú sem lesz. El kellett lőnie penának, fönt volt a játékvezető keze. Grót jöhet, megvárja vele Amorimot. 5,5 perc még hátra. Egyedül csinálja meg Grót, bíró véd. Pillanatra azt hittem, hogy ott hagyja a labdát Knedlikovának, nem voltam ezzel egyedül, de bíró Blanka résen volt. Jól szállt be ő is a találkozóba, attól függetlenül, hogy már meghízott a Ferencváros hátránya. Szarka. Pena. Pena újra. Már ment volna vele Brock. Ellentétes félidőt produkál Nere a Pena. Igaz, hogy a második félidőben azért egy jóval masszívabb, jóval zártabb védőfallal találkozik ő is. Grót jött most ki emberre. Pena, Kucsánszki le a szélre, az hosszú volt Szarkának. Kucsánszki ráadásul előr marad, nem zár vissza egyből, látják csak most fut oda vissza a helyére. Mörk, Rót, Amorim, egyedül két ember között bíróba dobja, de már közbefújnak, büntető következik. Valamivel kevesebb, mint 4,5 perc hátra, itt láthatjuk teljesen egyértelmű. Nora Mörk végzi majd el a 7 méterest. Az első fordulóban a Kisvárda ellen volt, hogy kihagyott egy büntetőt. Kapufára dobta, de aztán egyből a kipattanót értékesítette. Na nézzük most, mire megy bíró Blankával. Bedobja! 25-19. És hát ember hátrányban a Ferencváros Hornyák Dórát állították ki. Bíró Blanka helyére pedig támadásban érkezik Monori Orsolya. Tehát teljes létszámban támadhatnak a ferencvárosiak. Más kérdés, hogy vigyázniuk kell, hiszen a kapujukban jelen pillanatban senki sincsen. Monori rendületesen próbálta elvinni az ember mellett. Marad a Ferencvárosnál a labda. Pena. Monori most jobbra. Szépen lép közbe Puhalák, és üres a kapu, ezt kell észrevennie Lökének. Észre is veszi. Hát ez a veszély ennek a játéknak, de ilyen hátránynál is kockáztatni kell. Bár így most már 7 gól van a két csapat között. És Monori Orsolya is megsérül. Ott biceg a kispadon, pontosabban a kispad felé, a bal bokáját fájlalja. Hát hogyha ő is kiesik, akkor nagyon nagy bajban lehet a Ferencváros, most már nem is feltétlenül erre a mérkőzésre gondolok, ott sír láthatják. Pena. Snelderhez be, még próbál belekapni, de közben már belépett. Természetesen a mozdulata már hiába való volt. Monori lábát kezelik ott gyorsan. Egyelőre Elek Gábor nem is néz a háta mögé, hogy hányan sérültek most ott. 7 gól a Győr előnye, ezen kellene faragni a Ferencvárosnak, de így mondjuk nehéz, hogy csak Nedlikova ilyen gólokat dob. 5 gólos Nedlikova, 8 gólos a győri előny, hát lassan kiütés lesz ebből. És ugye a más csapatok ellen azonos eredményeket érnek el a felek, akkor az egymás elleni gólkülönbség dönt a jelenlegi lebonyolítás szerint. Hogyha azonos pontszámmal állnak, Grimsby sokadik védése. Lehet, hogy eldőlhet itt
a második fordulóban a bajnoki cím? Költői a kérdés, majd csak tavasszal tudjuk meg. Az elmúlt szezonokban hazai pályán a Ferencváros le tudta győzni a Győrt. Az elmúlt három szezonra gondolok az alapszakaszban, de sosem ennyivel. Görbic, Kledlikova, Mörk, Roth. Na, kilövi el, Bíró véd. Mörk volt a tettes. Lassan belépünk az utolsó percbe. Most már a kérdés csak a különbség. Na, mi történt? Bekerült egy törölköző. De hogy? Rátapadt Nera Pen a lábára, amikor befutott cseréből, és itt van még egyszer. Hát, hogy fejjel védett Bíró Blanka? De sosem kellemes. Hát a ferencvárosiaknak nem lehetett kellemes ez a második félidő. A Győr rendkívül feljavult, és a második félidőben mindössze 6 gólon tartotta a Ferencvárost, és ez még mindig igaz, hiszen Grimsbø újra védett. Egy utolsó időkérés még Amros Martintól. 45 másodperc van hátra. Hallgassuk, hogy ő mit mond, mit talál még ki erre a maradék támadásra, mivel lehet még nagyobb a győri győzelem. Majdnem teljesen talpon a győri csarnok, ferencvárosiak ülnek. Na, az a szurkolók állva tapsolják az övéiket. A második félidőben nyújtott produkciója az egészen elképesztő volt a győri csapatnak. De nézzük még a maradék fél percben, ehhez mit tudnak hozzátenni. Nora Mörk. Görbic kapja vissza. Görbic egyedül, és visszahúzza. Volt egy kis szerencséje is, de a gól természetesen ér. 28-19. 9 közte már. A Ferencvárosnak 10 másodperce van, hogy még ezen picit kozmetikázzon. Snelder, Szucsánszki. Szucsánszki ellövi, Grimsbø véd. Hát erről szólt ez a második félidő. Grimsbø még ellövi, ez természetesen már nem számít. Győri Audi Eto KC Ferencváros 28-19, úgyhogy a szünetben még a Ferencváros vezetett 13-12-re. Az első félidő egyértelműen a vendégeké volt. Több lendület volt a támadásaikban. Pena is sokkal pontosabban lőtt. Itt van még egyszer a mérkőzés utolsó gólja Görbictől. A Nora Mörk öröme, Nora Mörk mosolya. Hát ő azért még adós a kimagasló játékkal, még szoknia kell ezt a környezetet. De győztes mérkőzésen mutatkozott be Győrben. Győr Ferencváros, tehát 28-19, és már is adom a szót Barta Zoltánnak, aki mögött mellett már ott van Telek Gábor. Köszönöm szépen, Bálint. Hát felemás fél időt láttunk mindenféle szempontból. Az első félidőben úgy tűnt, hogy minden úgy működik, hogy azt a Ferencváros tervezi, hiszen 13 gól, lőtt gól egy félidőt a Győrnek nem olyan rossz. Mi történt a másodikban? Hát igazából a súly meg a magasság fölény fölőrölt minket, valamint ugye, ahogy azért kiesett a Kovacsics Anikó, aztán végettem a Monori Orsi, ugye nagyon sok volt, tehát én azt gondolom, hogy 40 percig büszkék lettünk a meccsre, az utolsó 20 percben a fejünk is elfogyott, nem csak az erőllétünk. De még egyszer mondom, tehát nagyon nagy magasság és súlyfölös különbség van az itt az Eto javára, amiben elsősorban mi fogunk előbb elfáradni, tehát mindig a kicsik fáradnak először. Sajnos ez bekövetkezett, ugye a végén már nagyon nem is tudtam forgatni a csapatot, nem volt kit. Ez van, gratulálunk az Etónak.
nyilván ez egy állomás volt, tehát nem törünk össze, nem esünk össze. Az első 40 percből lehet építkezni, az utolsó 20-nak viszont a tanulságaiból mindenképpen tanulnunk kell. Tudom, hogy nagyon-nagyon korai még erről beszélni, de ahhoz, hogy bajnok legyen a Ferencváros, most annak kell történnie, hogy kevesebb pontot veszítsen, mint az Eto majd hazai pályán, legalább 9-szer megverni őt. Igen, erről nagyon korai még beszélni. Köszönjük szépen az értékelést Dedek Gábornak, és érkezik már Ambrose Martin is, természetesen a győztes vezetőedző. Még egy pacsi a két mester között, aztán érkezik ide a spanyol mester. Ambrose, congratulations, congratulations. We saw two different halves. How do you like the match? How did you like this game? It's the same like you, two different half. But I think it's normal. When you only have 20 days together, I think it's normal. After Olympic game, the player need the rhythm to feel again the team, the game, and everything. I think not only today, in the last game also, we play this and this. But in the second one was perfect. This is the team that we want, even when we are missing in the preparation. But we are ready to beat Ferencváros here at home. Could you please tell me what told the girls in the halftime? Just take it easy. We were not playing well. If we play a bit better, we can win the game. So only this, and they do it. Thank you very much. Thank you. A kedves nézők, azt mondta Ambrose Martin, hogy valóban felemás félidőket láthatunk ezen a mérkőzésen. Az első játékrész nem sikerült annyira jól, ahogyan azt szerette volna. A második viszont szinte tökéletes volt, ennek köszönhető az, hogy végül 9 góllal tudott győzni a Győr. És még azt kérdeztem meg, hogy mit mondott a félidőben, azt mondta, hogy semmi extra. Azt, hogy lehet jobban játszani, tessék jobban játszani, és akkor meg tudják nyerni ezt a mérkőzést, ahogy így is lett. Hát itt van már mellettem Nora Mörk, az új játékosa a Győrnek, akitől azt fogom megkérdezni, hogy milyen volt az első derbije. So Nora, congratulations! This was your first derby against Ferencváros as a Győr player. How do you like it? You know, it was a good game, and it's amazing to play here finally in this arena, in this shirt. So I've been waiting for this for like 6 months, so amazing feeling. Thank you very much. Thank you. Congratulations again. Hát azt mondta Nora Mörk az első Ferencváros elleni derbiét követő, hogy fantasztikus ez az egész légkör, ami itt van. Arra várt már 6 hónapja, hogy ebben a mezben és ezelőtt a közönség előtt játszon, és természetesen érthetően nagyon boldog. Kedves nézők, én köszönöm szépen Tóth Bálint nevében is a figyelmüket, de jövünk még elemzéssel a stúdióból, viszontlátásra.